kellemetlen ellenfél ebben a szájkosárban is, megtanulja képzés során szépen használni ezt a fém eszközt, mert elég kellemetlen ütéseket tud mérni az emberi testre, és amit még elvárunk tőle, az egy aktív földharc, majd a földre került intézkedés alá vont polgárral szemben. Ugye jellemzően ilyenkor érzékeny területet támad a kutya, az ami a fej, csattan is a sisakon a szájkosár. Ha nem lenne szájkosár vagy sisak a segéden, akkor lehet, hogy egy új személyigazolványt kellene neki csináltatni, mert a régi alapján nem igazán lehetne megismerni. Ami még nagyon fontos, az a segéd, akinek a testén valósul meg a kutyának a képzése. Nagyon-nagyon jó színészi érzékkel, jó mozgás koordinációval, illetve alapos és mély szakmai ismerettel kell rendelkezzen, hogy a kutyát ő abba az irányba tudja képezni, amelyen irányba szeretné a vezető. Most egy igazoltatás, biztosítás történik, egy ruházatátvizsgálás, látjuk a kutya figyelemmel követi a cselekményt. Ugye mivel rátámadta vezetőre, vagy olyan jellegű cselekménye volt a polgárnak, ezért a kutya mindenféle külön vezényszó vagy utasítás nélkül megtámadja az intézkedés alá vontat. És ebből még az emberünk próbál elmenekülni. Látjuk, szép hátközepes ütése van a kutyának, teljesen kibillenti az egyensúlyából a menekülő személy. Ennek a gyakorlatnak ez a lényege, nem az, hogy a szájkosár ütésével elpusztítsuk az ellenfelet, hanem tegyük lehetővé, hogy egy menekülő személy megálljon. Ugye érdekes a szituáció, hogy az egyik ember a gazda, a falka vezér, a másik ember pedig a zsákmány. Ezt a kutya tudatában világosan el kell különíteni, hogy a gazdán kívül tulajdonképpen mindenki ellenség. Ezt gyakorlatsorral építjük fel a kutyában, illetve felmérjük a kutyának azokat az ösztöneit, ami alkalmassá teszi arra, hogy rendőrségi feladatokat ellássa.